Szinte nincs olyan ember Szerbiában, aki nem hallott a Vedd el a számlát is nyerj elnevezésű játékról. Eddig a posta 1,5 millió borítékot nyomtatott erre a célra. Akarunk írni kovertet, ha lesz, ha nem lesz, akkor nem bírok játszani. Kizárólag erre a célra nyomtatott borítékban lehet postára adni a számlákat. Az emberek keresik azokat a postákat, ahol még nem fogyott el. Talán holnap. Meg kell nézni többször, és akkor lesz szerencsénk. Most voltam nagy postán, előbb voltam Majsai úton a postán, ott sincsen. A postákon emiatt megnőtt a forgalom. Egyre nagyobbak a sorok, aminek az emberek nem örülnek. Még nem késő, hogy önök is részt vegyenek a kormány által indított nyereményjátékban. Nincs más dolguk, mint összegyűjteni 10 darab, egyenként legalább 100 dinár értékű fiskális számlát, és azt az erre előlátott borítékban feladni. Akinek szerencséje volt és kapott borítékot, már igyekezhet is a legközelebbi postára, hogy feladja azt. Postaköltség nincs. Ha több borítékot sikerül megtölteniük, akkor az esélyük is megnőhet. Vannak azonban olyanok is, akik nem hisznek a szerencséjükben. Mit tudom én, összeszedtem egy darabig, de mostanában hagytam. Adott át borítékot? Nem is vettem mindenki borítékot még eddig. Eszem ágámba se jut, hogy gyűjtsem. Minek? Azért, hogy csak itt sorba álljak. Hát van értelme? Szerintem nincs. A nyereményjáték február 1-től március végéig tart. A cél az, hogy az emberek kérjék el a számlát a vásárlások alkalmával. Drago mi je da vam kažem da smo do danas dobili informaciju da je pristiglo neverovatnih 1.200.000 koverata, što praktično znači da su građani od početka februara poslali 12 miliona računa ili slipova. 4 sorsolás lesz az 1. március 11-én, majd 18-án, 25-én és 31-én. Ezeket a Szerbiai RTV élőben közvetíti.